Balmazújváros együttesét fogadta az FC Ajka szombaton a Merkantil Bank Liga 14. fordulójában. A vendégek a tabella 13. helyén álltak a találkozó előtt, az ajkaiak pedig egy ponttal lemaradva tőlük a 14. pozícióból várták a mérkőzést. A hazai csapatnak az előzetes nyilatkozatok alapján csak a győzelem lett volna elfogadható, hiszen az utóbbi két megmérettetésen nem szerepeltek jól, illetve a 3 pont a tabellán is jelentős előrelépést jelenthetett volna. A Molnár Attila, Huszár Balázs és Kepe Arnold alkotta játékvezetői hármas által felügyelt mérkőzés elején tapogatózás volt. Csak egy-egy kószalövésig jutottak a csapatok, de kaput nem találtak. A 20. perc után az ajkai horvát lőtt kapura, de sajnos pont a háló érkezébe ment a labda. Ezután a túloldalon Vajda beadását kellett Jánosának lehúzni a fekete elől. A félidő közepén a Balmazújváros több támadást vezetett a bal szélen, de nem voltak veszélyesek a kapura. Vajda előtt adódott egy lehetőség egy felívelt labda után, de 5 méterről nem tudta befejelni. A 38. percben a vendégek gyors kontrát vezettek, de Pákainak utolsó emberként jó ütemben becsúszva sikerült szerelni. A gól nélküli első félidőt követően rosszul kezdődött a második játékrész a hazaiak számára. Az 50. percben Vajda szabadrúgása után Pintér fejéről került a labda az ajkai kapuba. 0-1. Pár perccel a gól után egy lepattant labdát az ajkai Pavlicki egyből kapura szúrt, de néhány centiméterrel elvétette a célt. A 69. percben ismét az FC Ajkának akadt lehetősége. Pesti szabadrúgása megcsúszott, pár rást tartott és beadta a labdát az alapvonalról, középen pedig az üresen érkező Császár 3 méterről bepasszolta a játékszert a kapuba. 1-1. A hátralévő időben mindkét oldalon volt próbálkozás. Először Vajda veszélyeztette az ajkai kaput, majd jött a válasz, de Sándor lövése sem talált be. A 92. percben Szovomni erős lövését tudták blokkolni a vendégvédők, a jelenet után pedig véget ért a mérkőzés. A Balmazújvárosa megszerzett egy ponttal egy helyet előrelépett a tabellán, az Ajka továbbra is a 14. Azt mondom, hogy a mérkőzésben bármi benne volt, tehát az, hogy 3 pontot viszünk haza, az, hogy nem viszünk egy pontot se, de nem tettünk eleget azért, hogy győztesen hagyjuk el a pályát, hiszen nagyon kevés helyzetet dolgoztunk, hiába játszottunk jól a mezőnyben. Én is az önök játékát magabiztosabbnak láttam, és a gól után aztán egy kicsit rohanos gruntfocivá változott ez az egész játék. Igen, mindkét csapat győzni akart, meg egyik se akart kikapni, tehát ez már átment az utolsó 15 perc, 20 perc, tényleg ilyen taktikai dolgok nem voltak sajnos ebben a meccsben a végén már, az akarás elvitte az észt. Összességében igazságosnak érzem a döntetlent. Az első fél időben a mérkőzés elején volt 2-3 lehetőségünk, amit nem tudtunk kihasználni, utána valamilyen szinten a Balmaz egy picit talán fölénkerekedett. Második fél időben rosszul kezdtünk, ugye ezt a pontrugásból megkaptuk azt a gólt, amit szerettünk volna mindenképpen elkerülni, de sajnos rövid kifelünk nem figyelt. Szerencsére sikerült az egyenlítés a végén, oda-vissza voltak lehetőségek, így azért mondom, hogy igazságos döntetlen. Én úgy látom, hogy ezen a mérkőzésen különösen sok sárga lapot sikerült összeszednünk. Így van, 3 játékosunk kisárgult, következő mérkőzésen Pálkai Gergő, Gunter Zsolt és a Major Norbi sem játszhat. Érthető valamilyen szinten a játékosoknak ez a felfokozott idegállapota, ugye nem úgy szerepelünk, ahogy szeretnénk, de ettől függetlenül nem szabad volna ennyi sárgát összednünk.